Sziasztok! Egy örömtél eseménnyel szeretném kezdeni ezt a kis bevezetést. E hét kedd folyamán a Balatongyöröki szangába, ahonnan én is jöttem, Csongor Szunim és Mándzsó Szunim közreműködésével történt egy oltáravató és buddhaszem megnyitó, fenyító szertartás. Hogy jutottunk el idáig? Ezen az első pontjában indítanék. Tavaly februárban jött az idő, amikor Székesfehérváron volt szintén egy hasonló szertartás, és oda meghívott engem is az egyik barátom, hogy menjek el és nézzem meg. Akkor sikerült a szertartás után a színmal beszélni, és megbeszéltük, hogy azon a részen, Balatongyörök környékén, kb. 60 km-es körben nincsen semmilyen buddhista lehetőség, tehát mondjuk az alaszántói sztupát leszámítva, ahol lenne közösség, elég nagy fehér folt a térképen, ezért kellene valamit ott is csinálni, hogy biztos vannak érdeklődők, jönnének, ismerkednek a darmával, tanításokkal. És elég gyorsan sikerült nyilvűtni ezt a dolgot. Tavaly májusban már meg is történt az első darma beszéd, és utóbb visszatekintve egy nagyon jó kikövetett út volt, mert a művődési háznak a igazgató asszonya első pillanatra azt mondta, hogy oké, persze, jöhet, nem kérünk semmit érte, se bileti díjat, semmit. Szóval most találtam elég gyorsan időt, valamint a legvégén, amikor létezett a szertartás, akkor a PPT Lélek otthonnak vezetője oda jött hozzám, és mondta, hogy akkor jöhetek hozzánk gyakorolni. Tehát ez egy ilyen, mint egy mese, igazából úgy kezdődött. Igazából júniusban kezdtünk el, tehát egy kis ráhagyás még volt, kezdtünk ezt éppen gyakorolni. Ehhez kapunk segítséget a testvérszangától, a Tisztaföld buddhista közösségtől is, látogató képében elsősorban, tehát egy vagy két ember általában szokott jönni, szintén gyakorolni hozzánk. Érdekes módon a környében annyira nem nagyon tolongolnak még egyenlőre, de például Zalaegerszegről, meg itt összebb vidékekről, úgy több érdeklődés van erre. De most hát össze úgy a kép, hogy kaptunk adományban egy oltárt és egy szobrot, hogy meg lehessen csinálni ezt a szertartást. És hát nagy élmény volt ezt ott részt venni, ezt átélni. Tényleg óriási energiák, óriási bizonyítékeket lehetett érezni, amik voltak. Mindenki teljesen, tehát aki ott voltak láthatók közül, részvevők közül teljes oda voltak, hogy magát a helytől, tehát a Lélek otthontól, ahol volt, meg az egész szertartást ott, az egész, hogy lezajlott. Tehát tényleg egy nagyszerű élmény volt, és borzasztó nagy löketett energiát kaptunk igazából, úgy gondolom, minden résztvevő. Tehát lehetett látni a csillogó szemeket, a boldog mosolyokat. Tehát tényleg az emberek olyan kaptak, ami nem minden nap és nem minden nap jutnak hozzá. És tulajdonképpen miről is szólt egy ilyen buddha szemító szertartás, vagy fenyító szertartás? Ugye jelképesen oltán volt kettő buddha szobor, és hát ugye Szunim a énekek, meg az ómjának a rajzolásával hasonló jelképesen megnyitotta. De igazából ez valahol rólunk szól, akik oda járunk gyakorolni, akik utat keresünk, akik már úton vagyunk, hogy azért tudjunk minél tisztább szemekkel látni, meg haladni. Ha szétnézünk ezen a földön, a körülmények, amiben élünk, rengeteg olyan vakítás van, olyan félvezetés van, mindenféle féle információk, pro és kontra, borzasztóan nehéz tisztán látni a mai életben. Tehát olyan mértéket elért már a hír áradat, a hírfolyam, hogy egy egész nagy zavarodtság tulajdonképpen, mint egy zavart folyó. Tehát tényleg a tiszta forrást, azt, ami a valódi, meg ami olyan fontos, az borzasztóan nehéz meglátni. Na, úgy, amint régen volt, hogy az ember tiszta patakba belehajolt, és akkor látta szépen a tükörképét, ott volt, és ilyen tisztán lehet látni. Most már sem, nem így működik. Szóval ez a fontos, az lenne a fontos, hogy tényleg tudjunk mindannyian ebben a világban eligazodni, úgynevezett józan paraszt ésszel, tisztán látva gondolkodni, tenni, cselekedni a dolgunkat, és minél több embert, aki kapcsolatba kerülünk is, és esetleg ők is hajlandóak ezekre a dolgokra, vagy érdeklődést mutatnának, őket is esetleg el lehet hozni ebbe az irányba. Amúgy azt megfigyeltem, hogy egyre több a kereső ember. Tehát ez a világ, ami most így van, egy embernek
nem jó érzés vált. Tehát nem érzi jól magát ezen a földön, ezek a viszonyok között, és keres egy olyan helyet, ahol meg tud nyugodni, ahol normális emberek vannak, ahol tényleg megtalálja azt, amit ez a földi világ, az világ, ami van ez a földön, ez nem biztosítja számára, nem nyújtja meg. És ezért jók ezek az ilyen helyek, tehát akár ilyen zen központok is, vagy ezért jók az ilyen szertartások, ezért is jók csoportokba járni, keresni ilyen csoportokat, lehetőségeket, és beszélgetni már ott gyakorlókkal, hogy tényleg ezek, tehát megtaláljuk azt, amit keresünk. Megtaláljuk életünknek az értelmét, megtaláljuk azt, hogy mi a dolgunk, megtaláljuk azt, hogy hogyan tudjunk ezen a földön könnyebben eligazodni. Sok fölösleges dolgot, ami elénk tárul, hírek bármilyen más formában, azokat letisztítani, ami nem fontos, azokat félredobni, félretolni, hogy valóban egy tisztább, boldogabb életet tudjunk élni ezen a földön, már ebben az életben is. És ezért is van egyszerű ez az alkalom, hogy ez megtörténhetett, azt, hogy kapcsolva kerültünk itt a templommal, az itt lakókkal, a gyakorlókkal, mindenkivel, mindenki erősít mindenkit, oda-vissza, beszélgetések formájában, példamutatás formájában, ki mit tud, akár munkájával, kiben jó, kiben profi, és mindig egymást tanulhatunk, és ez mindig megerősítést okoz az embereknek, akik részt vesznek, és hát azt kívánom igazából mindannyiunknak, hogy tényleg ez a felnyitott szemmel tudjunk járni, tisztán tudjunk látni, és úgy tudjunk boldogulni ebben az életben. Köszönöm.